Jó estét kívánok minden telcsalat választónak, és minden szombaton tüntetni akaró rendernek. Először is köszönöm az eddigi lájkokat, illetve az eseményen résztvevőknek, hogy jelezték, hogy ott lesznek. A nagyobbik csoportban, mi vagyunk a többségben, ott már 100 ezer visszajelzés érkezett. Most nem néztem pontosan, de 25-26 ezer ember jelölte meg, hogy ott is lesz. Nálunk itt az új választás oldalon, mi kisebb számban vagyunk, de azért ez is elég jelentős, hogy 4300-an lesznek ott, és nem akarok hülyeséget mondani, gyorsan most megnézem. Mi vagyunk a többség, mert mi vagyunk amúgy a többség, ez így is van. Így is van, csak a parlamentben vagyunk, hogy a kisebbség. Na nézzük. Nézzük. Tehát az egyik oldalon van 100 ezer ember, és itt, tekerjen. El is megyek, meg is nézem. Hol írja? 21 ezer, tehát 25 ezer visszajelzés érkezett ide. Ezt a két számot összeadjuk, az akárhogy is számolom, ez 125 ezerre jön ki. Ebből 30 ezeren, ha ott lesztek, lehet, hogy aztán tévedek, mert már több van ott, mert nagyobb média nyilvánosságot kaptak ott a srácok, de majd ez elválik. Viszont amire fel szeretném hívni az emberek figyelmét, hogy most lényegében mi is megyünk, miért is megyünk ki ide tüntetni, ezzel kapcsolatban szeretnék hozzátok szólni, és valamit kérni, hogy aki kisebb csoportból megy, vagy akár a nagyobbból, igazából ez teljesen mindegy, és aki választás hitelességével lennének gondjai, ezért is megy ki, vagy ezért megy ki leginkább, annak szeretném javasolni, hogy fehér felsőbe legyen, ezzel szimbolizálva azt, hogy ő nem támogatja az ilyen jellegű szavazásokat Magyarországon. Na is folytassam. Na, azzal szeretném folytatni, hogy kimegyünk majd mi most ide, ugye szombaton. Ugye ki fogunk menni. Sajnos én a másik csapat szervezőivel fel tudtam venni a kapcsolatot, nem tudom, hogy sok dolguk van, vagy miért van ez. A nem tudom, 4-5 emberből, ahogy néztem, egyet tudtam még sajnos beszélni, és azzal se érdemben, mert kíváncsi lennék, hogy mik a célok, kiket hívnak ki, kik fognak felszólalni. Nem szeretném azért, hogy kimenjünk egyet balhézni, nyilván senkinek nem lesz az érdeke. Békés demonstrációt szeretnék én is, remélem ti is. A lényeg, amit szerettem volna mondani, hogy most gyorsan megnézem, akit nem a Fideszre szavaztak, események. Én most felolvasom, hogy a nagyobbik eseményhez miket írtak. Vagy mik a szervezők oda mit írtak, és akkor ezt most abszolút nem szeretnék ellenségeskedni velük, hiszen én is azért gyűltem ennél az eseményen az embereket, hogy minél többen legyünk. Viszont egy-két dologra fel szeretném hívni az emberek figyelmét, illetve a ti figyelmeteket, hogy minek lenne értelme most kimenni, tüntetni, mi a célja, mert hogy is írták itt a srácok, a Fidesz választási rendszer, a kampány gyűlölet kampánya a többségét egyharmados kisebbségben szorította. Ezért követeljük a szavazatok újra számlálását. Srácok, itt van egy borzasztó nagy probléma. Nem szeretném, ha senki álomvilágba élne. Ha most ezeket újra számolják, ezeket a szavazatokat, ezzel nem fogunk sehol jutni. Ezt most mondom. Így, ahogy itt ülök, ez úgy lesz. Most hallgattam meg egy érdekes klubrádiós felvételt, hogy egy informatikus betelefonált, akik már a választás estén betelefonáltak, hogy itt nagyon nem oké semmi, ugyanis ezeket a választási eredményeket a számítógépen csalták el. Most volt egy olyan hír, hogy szombatig, én nem tudom hogyan, ez varázslat lehet, eltűntek a választási jegyzőkönyvek. Egyszerűen eltűntek, és szombaton fognak előkerülni. Én ezt nem is értem, hogy lehet, ha valamit én elhagyok, honnan tudnám, hogy mikor fog előkerülni. Hiszen elhagytam, azt sem tudom, mikor fogom megtalálni. Na mindegy,
menjünk is túl ezen. A lényeg az, hogy ezek a választási jegyzőkönyvek valószínűleg azért tudtak most eltűnni, mert a számítógép által generált, illetve kreált választási eredményeket most igazítják hozzá papíron a dolgokhoz. Tehát ennek így igazából jó, persze, meg mindenki most rámozdult a csalásra, de itt egyedüli megoldás szerintem az lehetne, hogy egy új választást írjunk, ez is az oldal címe, ami most itt vagyunk. Ennek lenne a legtöbb értelme, akár nemzetközi szervezetek bevonásával is, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok választókörben, fideszes embereken kívül senki más nem számolta azokat a szavazatokat, nem szeretnék megvádolni senkit, de elég esélyes az, hogy ott nem volt releváns az eredmény. Na mindegy, menjünk tovább. Gyűlöletkampányát, szabad sajtót, pártatlan közmédiát. Ezzel egyetértek, ezzel most megint az a baj, hogy ha nem lesz egy új választás, és meg is mondom nektek, érvelek, hogy miért lenne jó ez az új választás. Ez az új választás azért lenne jó, gondoljatok csak bele. Nagyon sok fideszes szavazó úgy ment el, hogy kapott egy zsák krumplit, olajat, tűzifát, az Isten tudja mi. A nyugdíjasok kaptak Erzsébet utalványt, és a jelentős része, vagy hát elég sok fideszes szavazó csak ezért ment el. De most, ha kiírnánk egy új választást, nem tudom, hogy mennyi, de elég rövid időn belül kéne ezt megoldani, hogy minél előbb lehessen egy új választás. Nem lenne ideje talán a Fidesznek, hogy ezt megint megcsinálja, és azok az emberek, akik csak érdekből mentek el a zsákrumplira, az Erzsébet utalványért, az Isten tudja miért, azok most valószínűleg lemaradnának, és elég nagy százalékba, én legalábbis ez a vélem, elég nagy százalékba csorbítanák a Fidesz eredményét. Tehát ez egy jó dolog lenne. Tisztességes választás, új választási törvény. Ezzel is maximálisan egyetértek. Majd a tüntetés után kiderül, hogy mi lesz, és nem szeretnék most... Nem szeretném, ha úgy tűnne, hogy én most a srácok ellen dolgozok, mert maximálisan mellettük vagyok. Én ezt a tüntetést is azért csináltam, hogy őket gyarapítsuk, de nem kaptam még semmilyen információt, hogy milyen program lesz, mit szeretnének ott, kikkel, milyen felszólalókkal szeretnék ezt az ügyet tovább erősíteni. Én egy tippet tudok adni nekik, mert én is, mint ennek az oldal szerkesztője, csak résztvevőként mennék föl. Nyilván, ha felkérnének, hogy menjek oda ki, és mondjam el a véleményemet az egészről, akkor szívesen odaállnék, és mindent elmondanék, amit csak lehet, hogy szerintem ez miért volt busztustalan az egész dolog, ami lezajlott itt választás címén. Na most, Őrsi, meg Viktor, neked üzenek, mert ti vagytok a két főszereplő. Legyetek szívesek kicsit ezt a kommunikációt kettőnk között kicsit jobban megerősíteni. Jó, mert én szeretném, hogyha ez a 25 az ember, akihez eljutott ez a demonstráció, amit én csináltam, az oldalamon keresztül, hogy tudjak nekik valami információt adni, mert ez nagyon lényeges lenne. Én elhiszem, hogy sok dolgotok van, csak egymásra fordítsunk időt, jó? Mert ezen a választáson is látszott, én ezt már többször is mondtam, hogy pártállástól függetlenül szeretnék minden embert, olyan embert oda elhozni, invitálni, aki úgy gondolja, hogy itt tényleg elég nagy kehe volt ez a választás, illetve ahogy lezajlott. Én ennyit szeretnék kérni, semmi más nem szeretnék kérni. És akkor, hűvös van, na, és akkor meglátjuk, hogy mire fogunk jutni. És ezt most ebbe a videóba, én több videót nem fogok már most már tényleg megígérem kirakni, mert nem vagyok egy túl szép gyerek, meg nem szeretném, hogy azt higgyétek, hogy én vagyok, aki az okos dolgokat megmondja. Nekem nem is ez a feladatom, nekem az a feladatom, hogy most buzdítsalak titeket, hogy itt minél több dolog legyen, és még egyszer mondom, aki a választási csalás miatt megy, az fehér felsőt vegyen fel, ezzel szimbolizálva azt, hogy
lényegében azért is van kint. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztetek, remélem, hogy ebből lesz valami. Viktor Őrsi, legyetek szívesek, majd még keressetek fel, mi már beszéltünk amúgy itt Messengeren, de legalább egy Viberig, hogy valamilyen jussunk el, hogy azért ott sokkal egyszerűbb lenne megosztani egymással a dolgotokat. Most a legutolsó üzenetben is azt mondtad, hogy Viktor, ezt most neked mondom, nem az Orbán Viktornak, neki csúnyább szavakat mondanék azért, hogy intézett az áramot, a hangtechnikát, illetve a fényeket. De most, ha előbb föl tudtuk volna venni a kapcsolatot, én a hangtechnikában tudtam volna segíteni neked ott a fővárosban, mert van egy másik olyan csoport, nem mondom most ki a nevét, nem szeretném nem is reklámozni, hanem összefüggésbe hozni az a demonstrációval. Nem tudtam egyszerűen nekik mit írni, hogy miben tudnának segíteni, mert nem válaszoltatok, és ezt most már írtam neked, ezt majd most vagy innen a videóból, majd az üzeneteid között látod, ahogy egyre közelebb van ez a demonstráció, azért sajnos így egyre jobban szállnak el a lehetőségek, hogy mit fogunk majd ott tudni csinálni, illetve hogyan fogunk tudni csinálni, mert nem mindegy, hogy fog lezajlani ez a demonstráció. Én minden esetben remélem, hogy békésen, remélem, hogy sokan eljöttök, remélem, hogy sokan lesztek fehér felsőben, és remélem, hogy lesz egy olyan ember, aki ki fog állni, és a választási csalásokkal kapcsolatban kérdéseket fog feltenni a kormánynak a médián keresztül, illetve felhívja a figyelmet ezekre a csalásokra, hogy ezek hogyan és miért történhettek meg. Én szeretném, hogyha ezen a demonstráción ez kőkeményen ott lenne ez a csalás, mint téma. Itt van ez az oldal, itt is nagyon sokan rakják be, illetve teszik ki a csoportba az ezekkel kapcsolatos információkat, illetve tapasztalatait. Úgyhogy olvassátok el, és akkor döntsétek el, hogy mi okés belőle, szerintetek mi nem. Nyilván én sem tudom megítélni, én egész nap nézegetem át ezeket a dolgokat, hogy mi valószínű és mi kevésbé valószínű közül-e, de sajnos a csalás az szerintem annyira egyértelmű volt, hogy az kétség nem fér ehhez. Álomvilágban sem szeretnék dédelgetni senkit. Itt most ezzel arra szeretnék utalni, hogy a Fidesznek igenis nagy szavazótábora van. Viszont, amit már korábban is mondtam, talán ki is írtam, talán, nem tudom, nézzétek meg akár a többi videót, ha szeretnétek, most ez lényegtelen. Ez az én személyes véleményem, szerintem ennek a kétharmadnak egyértelműen nem kellett volna most meglennie. Tehát nekem ez a legfurcsább az egészben. Ez a kétharmad, hogy harmadszorra meg lehetett a Fidesznek a nagy számok törvény alapján se hiszem el, hogy ez harmadszorra lehetséges lett volna. Ennyit szeretném mondani, köszönöm, aki nézett. Osszátok meg a videót, és akkor szombaton legyen valami. Őrsi Viktor, ti meg pörögjetek fel, ti fiatalabbak vagytok nálam is, úgyhogy csapjatok oda a lovak közé, jó? Mindenkinek köszönöm, aki most itt nézett, úgyhogy szombaton találkozunk, nem kell elszomorodni semmi miatt, ez lesz, ha nem jutunk semmire, legalább mi megpróbáltunk, úgyhogy tényleg még egyszer mondom, nem kell elszomorodni. És ne csak újra számoltatást, hanem egy új választásért küzdjünk, lehetőleg minél nagyobb felügyelet mellett, illetve nyilvánossággal. Én köszönöm, hogy néztetek, bár mondjuk most nagyon kevesen vagytok, ne haragudjatok, hogy én ilyenkor tudok videózni, de nekem délután melón van, én ma most napközben fogok aludni, és akkor ilyenkor este tudok ezzel foglalkozni, azoktól is szeretnék elnézést kérni, akiknek nem tudok reagálni a dolgaira. Négy adminisztrátor van már rajtam kívül,
mert egyszerűen nehéz lekövetni, hogy ki mit tesz ide-oda. Nekem mennem is kéne, mert a macskát ki kell engednem. Ti is pihengessetek szombatra, gyűjtsétek az információkat, az erőt, gondolkodjatok el, mindenféle cikket olvassatok el itt, akár olvassatok el az eseményeknél. Mi vagyunk a többségben, illetve akik nem a Fideszre szavaztak, nál is beszélgessetek itt, ha akartok, lépjetek be a csoportba. Én csupa olyan emberrel találkoztam itt, illetve volna kerestek fel, akik nagyon normálisok, úgyhogy buzdítalak arra is titeket, hogy egymásra számítsatok, és még egyszer mondom, én ezt a videózást, meg nem tudom, ezt az oldalt, ezt azért kezdtem el, mert én csalásszaga volt ennek az egésznek, és tényleg teljesen pártállástól függetlenül teszem ezt. Én nekem azért nem a pénz, a Soros Gyuri se a barátom, úgyhogy csak mi vagyunk egymásnak, és azt se felejtsétek el, jó, ha vannak pártok az emberek mögött, de a pártok is még belülünk emberekből épülnek fel, azt jól tudjátok, nekünkben nem jutnának sehova nélkülünk a politikusok. Nekünk köszönheti az összes politikus azt, ami van. Remélem, ezt nem felejtitek el, és egymásért szombaton ki fogunk tudni állni. Sziasztok! Én mind el kell köszönnöm, mert a macska belülzik a szobába, azt meg senki nem akarja. Na, sziasztok, minden jót!